És ma szeretnék egy nagyon fontos témáról beszélni nektek, és hiszem az, hogy ez is idehozott benneteket, sőt, igazából ez az, ami igazából mindannyiunkat idehozott, az, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és halljátok, ezeken a napokon történt, 2000 évvel ezelőtt körülbelül, hogy az emberiség életében, az egész emberiség életében egy ember, egy valaki kijött arról a helyről, ahonnan senki nem jött ki soha. Hallod? Az egész emberiség mai nap, az egész emberiségben a keresztények. Milliárdok! Ezt ünnepeljük, hogy le van győzve a halál. Halleluja! Ez egy óriási dolog. Halljátok? Mert különben, ha nem lenne legyőzve a halál, minden hiába valóság lenne. Hallod, most is végül is, de van kiút ebből a hiába valóságból. Hallod, minden, minden ö, ö, a halál benyel a végén. Minden szeretetedet, minden vágyadat, minden célodat, még a tudósok is azt mondják, hogy ö, megkérdeznek tudósokat, mi lesz a vége ennek az egésznek. Hát nagyon egyszerűen ki lehet számolni, mondják a tudósok, hogy minden afelé tart, hogy annyira tágul minden, hogyha itt eltelnek, nagyon sok évmilliók eltelnek, egy idő után szét fog esni az egész, és egy nagy sötétségbe ér véget az egész, életnélküliségbe ér véget az egész. Tehát természetes szinten, erről van csak szó, hogy vége lesz. De hallod, milyen nagy dolog, hogy Isten kijelentette és megmutatta nekünk, és megmutatta azt nekünk, hogy emberek nem lesz vége. Van értelme. És Jézus Krisztusnak a feltámadása ezt bizonyítja hogy nem lesz vége. Lehet, hogy átmenetileg a halál bejött ebbe a világba, de nem így lesz vége ennek az egésznek. Az 1 Korintus 15-höz kérlek, nyissátok ki a bibliátokat, és tudjátok, Pál Pálapostól az Efézusi levélben, nem kell oda lapoznod, csak elmondom nektek, az első fejezetnek a vége felé, ő azért imádkozik, és azt mondja a 17.-18. verszakban, hogy emberek, én azért imádkozok az atyához, és azért könyörgök, hogy, hogy e, a bölcsességnek és a kinyilatkoztatásnak a szellemét tudjátok venni, hogy meg tudjátok ismerni, és megint nem az elmével, hanem belül az embernek a lényével, azt mondja, meg tudjátok ismerni, hogy mi az ő... E, és elmondja, hogy, hogy elhívása, az örökség mi az a szentek között. De mond egy harmadik dolgot, amit minden kereszténynek meg kell, hogy belül tudatosan átéljen. Az pedig az, hogy mi az ő hatalmának a fenséges nagysága irántunk. Tehát mi az ő nagy erejének a fenséges, még nagyobb ereje, és azt mondja irántunk, akik hiszünk, és azt mondja az ő hatalma erejének, ama munkája szerint, amit megmutatott Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Tehát Isten mit mondott ezzel pálapostól? hogy Isten ki akarja jelenteni mindannyiunknak a Szent Szellem által, a kijelentés szelleme által, a bölcsesség szelleme által, hogy milyen nagy erő szabadult fel Jézus Krisztus feltámadásakor. És milyen nagy erő jön a mi életünkbe, és milyen nagy erő dolgozik bennünk is, aki kihozta Jézust a halálból, az téged is kihoz minden nehézségedből, minden dolgaidból ki fog hozni. És ezért nézzétek meg a korintusi levelet, Itt az egész korintusi levél a feltámadásról szól. Sajnos nincs időm, hogy ezt felolvassam nektek, de nézzük meg az elejétől, eszetekbe juttatom továbbá, atyám fiai, az evangéliumot, amit hirdettem nektek, amit be is vettetek, melyben álltok is, amely által üdvözültök is, ha megtartjátok. Tehát meg kell tartanod az evangéliumot. Az üdvösség az evangéliumban van benne. Nem a te jó cselekedeteid által üdvözülsz, nem azért, mert eleget imádkozol, eleget Bibliát olvasol, eleget jársz gyülekezetbe, meg ilyen dolgok miatt egyetlen egy üdvözítő van Jézus Krisztus. És az üdvözítésének az eszköze az evangélium. És az evangéliumot kap, már megkaptad, azt mondja, álljál benne, maradjál benne! És azt mondja, hogy ami némű beszéddel, Hirdettem nektek, ha csak nem lettetek hiába hívőkké, mert mi az evangélium? Azt adtam előtökbe, ami ilyen napokon volt, pészaki napokon volt, husvéti napokon volt, azt adtam előtökbe, főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért, az írások szerint eltemettetett és feltámadott a harmadik napon az írások szerint. Tehát ez az evangélium, ez, ez az, ami az evangélizálás által beveszel a szívedbe, és benne maradsz, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért. Minden bűnömért meghalt Jézus Krisztus azt mondja, el lett temetve. A harmadik napon pedig feltámadott. És ráadásul az alap, az elsődleges, az írások. Nem a, utána jönnek a tanuk. Tehát az írás az az első helyen áll az embernek az életébe. Első helyen kell, hogy álljon az életedbe az Isten igéjének. És utána azt mondja, hogy emberek vannak tanuk, akik bizonyítják, tanúskodnak arról, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és él, és látták élve Jézus Krisztust. Azt mondja, képfás látta, a tizenkettő látta, utána több mint egyszerre, több mint ötszáz atyafi látta, tehát ez nem egy látomás volt, nem az volt, hogy csak egy embernek egy jelenés megjelent. Nem, nem. Azt mondja Pálapostól, hogy emberek, annyi, mint itt. Egyszerre 500 embernek. Nem lehet mindenki, hogy közös látomásunk van. Egyszerre 500 ember lát ugyanolyat, ami nincs is. Hát ilyen nincs. 500 ember látta Jézust feltámadva. És utána azt mondja, megjelent Jakabnak, megjelent az apostoloknak, legutolszor pedig Pálapostolnak is megjelent. Nagyon sok tanú van arra, hogy Jézus Krisztus feltámadt halálból. Amen. És utána ha úgy folytatja a 20. verszak, ám de Krisztus, feltámadott a halottak közül, és zsengélyük lett azoknak, akik elaludtak. Tehát aki eddig meghalt, annak zsengélye lett Jézus Krisztus az első, aki feltámadt a halálból, hogy ember, te is sorra fogsz kerülni. Sőt, van egy, lehet, hogy egy jobb időben élünk, mint Pálapostolék, ha azt mondom, hogy ha ez az az utolsó generáció, akkor lehet, hogy te és én, mi megtapasztalatjuk azt, hogy, hogy, hogy a halál és a feltámadás kikerülve elragadtassunk, és megdicsőjön a testünk, ahogy Pál Apostol mondja az, a, a, a teszolnikai levélben. Lehet, hogy te vagy az. Lehet, hogy mi vagyunk az a generáció. Mi vagyunk az a nemzetség a Földön, akik ezt a csodát átélhetjük. És figyeljetek, azt mondja, miután ugyanis ember által van a halál. Sajnos, hallod? A halál az nem a természetnek a része. Az nem a teremtésnek a része. Azt mondja itt Pálapostól, ugyanis ember által van a halál ember által van a halál. Hallod, ezt nem kellett volna. Egyikünknek sem kéne átélnie és megtapasztalnia. De egy ember, aki a mi képviselőnk, a mi szövetséges vezérünk volt Isten előtt, aki az egész emberiségnek a képviselője volt, ő általa. Bejött a halál. Hallod, és te meg azt tapasztalod, jé, kevesebb a hajam. Jé, az arcom nem úgy néz ki, mint 10-20 évvel ezelőtt. Jé, miért kell ezen átmenni? Persze, aki most 15-20 éves, ezen ilyen nem gondolkodik. De amire meg azt mondják, hogy élet középi válság, bejön, 40-es, 50-es években, és akkor rájön az ember, jé, elmegyek, de én nem akarok elmenni. <gül> <gül> és elkezd hadakozni, küzdeni, nem tudom, hogy ti hogy vagytok, vagy hogy csináljátok, de az ember, amikor elér egy bizonyos kort, akkor elkezd küzdeni az elmúlás ellen. És rájön arra, hogy nem, nem jó elmúlni, és ez miért működik így? Persze a materialista emberek elmondják, hogy hát az, az atomok szétesnek, és ennyi volt. Mert ez az életnek a rendje. Hallod, de a Biblia arról beszél, hogy ez nem az életnek a rendje. Ennek semmi köze nincs az élethez. Ezt egy ember hozta be. A közös, a ősünk. Hallod, nem a neandervölgyiek hanem a közös ősünk Ádám és Éva, ők valamit nagyon elszúrtak, aminek a hatása a mi életünkbe is jelentkezik. És mit csinálnak az, az emberek? Harcolnak a hatások ellen. Festik a hajukat. Mindenki küzd, ahogy tud. És ahogy a pénze megengedi. Mindenki küzd, ahogy tud ezzel az egésszel. És különböző iparágak épültek föl erre az, az egész problémára, a mulandóság problémájának a, a kitolására. Talán meg akarják szüntetni, meg át akarják tölteni az embernek az agyát egy Winchesterbe. Most csak így lebutítva mondom, vagy így, így le, egyszerűsítve, hogy, hogy ott éljen majd tovább. Hallod? Egy ember, valamikor, réges-régen, nem egy távoli galaxisban, hanem itt a Földön, valamit nagyon elszúrtak. És hallott hogy te meg én ennek az elszúrásnak a következményeit tapasztaljuk, és nem értjük, hogy miért kell. Persze azt értjük, hogy miért jött be, de hogy miért kell harc, hogy mi ez az egész harc, és minek kellett embernek születni. Persze jobb, mint hogyha egy őzikének a, a szavannán. De persze, tehát mi emberek vagyunk, hallod, és tudod mi a mi értékünk? Az, hogy bennünk van a végtelenség. Az, hogy, az, hogy hallod, lehet, hogy megszülettünk pár évtizeddel ezelőtt, de hallod, mi már ki lettünk találva a Föld megteremtése előtt. Hallod, te is én már ki lettünk találva. Még nem volt a föld, még nem volt az univerzum, még nem volt semmi. De te és én már ki voltunk találva. Az Istenben, eltervezett bennünket, elhívott bennünket, nekünk van célunk, van célja az életünknek, és nem a, nem, nem a földi lét a célja az életünknek, hanem a föld utáni létünk, a föld után levő dolgok, az a cél, a te életedbe is, és az én életembe is. Ezért annyira ne ragadjál le a földi javak. Ne töltsék be teljesen az életet, mert semmi nem a tiéd, hallod? Elmúlunk. Pont a múltban gondolkoztam, Pálapostól leírja. Mi, aki élünk, és megmaradunk. hol van Pálapostól? Vagy leírja, hogy ember által van a halottak feltámadása is? De ő élt, több évszázada, és most már nem ő él itt, hanem mi. Mi meg olvassuk azt, amit ő írt. És akkor ez lesz velünk is. Ha a halálnak a problémája, látod milyen? Hogy előbb-utóbb szembe fogsz vele nézni. Előbb-utóbb szembenéz az ember ezzel az egésszel. Még akkor is, hogyha örök ifjúként akarja élni az életébe, diszkóról, diszkóra, drogról, drogra, alkoholba folytja magát, akkor is előbb-utóbb találkozik azzal, hogy véges ez az élet, ami itt van a Földön. És ez egy ember miatt történt meg. Hallod a mai nap, amire emlékezünk a mai napon, azt hallod, egy, olyan olyan, tehát olyan Személyre emlékezünk, aki ezt az egészet legyőzte. Legyőzte a halált. Hallod? Legyőzte a halált. A halálnak az erőit. Mert tudod, a halálnak az erői nem csak az, hogy romlandó az ember, meg mulandó, hanem a betegség.